Mai vendégünk Uri Gábor, Balázs Béla díjas animációs filmrendező, grafikus művész, akivel a tegnap kezdődött és vasárnapig tartó 15. Kecskeméti animációs filmfesztiválról beszélgetünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlünk itt a stúdióban. Szervusz. Hát tegnap este vetítették a Hírös Agorában a Magyar Versenyprogram rövidfilmjeinek első blokkját, és közöttük volt a te alkotásod és a számos díjat nyert Dűne. Milyen érzés volt, hogy hazai terepen itthon mutatták be az alkotásodat? Furcsán hangzik, de az összes fesztiválnál fontosabb nekem a szűkebb hazám, Magyarország, illetve Kecskemét fesztiválja, a KAF. Úgyhogy ez talán egy ilyen nagyon szép lezárása ennek az útnak, amit közel másfél év alatt járt be a Dűne. Milyen volt a fogadtatása? Milyen visszajelzéseket hát, kaptál? Hát, levonom a nagyon udvarias és jól nevelt dicséreteket, és megpróbálok arra koncentrálni, amelyek őszinte véleményt tükröznek, akkor is nagyon örülök, és szerencsésnek érzem magam, mert határozottan jók voltak a visszajelzések. Megértik egyébként a nézők ezt az alkotást? Tehát van, amikor esetleg félreértelmeznek? És egyáltalán az alkotó ilyenkor mit érez? Te hogy vagy ezzel? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez a film, aki látta, azt tudja, hogy miről beszélek, nagyon nagy teret enged a befogadói értelmezésnek, tehát többféle olvasata lehetséges, de ma délelőtt volt egy ilyen szakmai beszélgetés a tegnap esti versenyprogram filmjeiről, köztük az enyémről is, és ott föltettem azt a kérdést, hogy ki mit tudott visszafejteni ebből, például milyen történetet tudott értelmezni, és szinte kivétel nélkül mindenki arról beszélt, amit én eredetileg üzenni akartam. De én annak is határozottan örülök, hogyha valakinek saját olvasata van, mert én úgy gondolom, hogy ez egy plusz réteg egy filmen. Milyennek találtad a többi rövid filmet? Van-e olyan, amit esetleg kiemelnél ezek közül? Rendkívül jónak találtam. Két kedvenc filmem volt a tegnap esti programból. Az egyik Horesnyi Máté filmje. A címe most nem jut eszembe, de ő már fiatalként is egy rendkívül markáns és nagyon szuggesszív és pazartechnikai tudással párosuló alkotói világot teremtett magának. Már két évvel ezelőtt is akkor a legjobb diákfilm díját méltán nyert el. Ő fekete-fehérben gondolkodik, és kicsit olyan, mintha mozgó képregényt látnánk. Ez egy irodalmi adaptáció volt, egy hazai Attila szöveg alapján dolgozott, ez volt az egyik. A másik pedig Szőlősi Anna Helfer című filmje, ami egy úgynevezett rotoszkóp technikával, tehát az azt jelenti, hogy élő szereplős filmet átrajzolva készült. Az is egy rendkívül letisztult és kiforrott és kikristályosodott, nagyon egyszerű vizuális nyelvezettel készült, rendkívül jó tempóval és ritmusokkal, amik egy ennyire fiatal alkotótól, 21 néhány éves lehet Anna, egyáltalán nem megszokottak még. Úgyhogy én mindkét filmnek nagyon nagy rajongója lettem, és nagyon drukkolok ezeknek. Tegnap este ugye 8 filmet, kis filmet vetítettek le, és ha jól tudom, akkor 16-ot vetítenek majd le összesen. Igen, ma este lesz a másik 8. És ezek a kis rövidfilmek már megvoltak válogatva, úgymond, tehát volt egy előzsűri, amelyik dolgozott már ezekkel az alkotásokkal. Mi alapján tud egy zsűri ilyenkor értékelni? Milyen szempontokat vesznek figyelembe? Hát az a jó az előzsűrikben, ami egyben a hátrányuk is lehet, és meg is nehezíti a munkát, hogy általában az a 3-4 fő, aki részt vesz ebben a munkában, sokszor más országból, más kultúrkörből, az animáció más-más területéről, van, aki elméleti szakember, van, aki rendező, van, aki oktató érkezik, és sokszor ütköztetni kell ezeket az értékeket, vagy az szempontokat, vagy szempontrendszereket, és nagy viták vannak az ilyen előzsűrikben, de szerintem ez nagyon jó. És általában a nagyszámú beérkezett munkából
ugye betesznek bizonyos filmeket a versenyprogramba, és azokat, amelyek ide már nem férnek be, de még nagyon jó színvonalúak, azokat az úgynevezett információs vagy panoráma programban szokták levetíteni, és hát a maradék meg nem kerül bemutatásra, de ez a fajta szubjektivitás, ami ilyenkor megjelenik az előzsűrik munkája során, ez óhatatlan, hogy azt is jelenti, hogy nagyon jó munkák is kimaradnak, de igazából ez a legkevésbé rossz megoldás, amit kitaláltak arra, hogy szelektálják a nagyon nagy számú beérkezett filmet. És ezután pedig már a nézők is szavazhatnak, tehát közönségszavazat is van, tehát ez is részt vesz a zsűrizésben. Igen, és nagyon jó, mert az egy sokadik szempontrendszer, és nagyon sokszor teljesen eltérő eredmények születnek a szakmai zsűrorok és a nézők szavazatai alapján. Az idei díszvendég Kanada. Milyennek tartod a kanadai animációt? Mik a jellegzetességei? A kanadai animáció az egy nagyon speciális dolog, mert a kanadai animáció igazából nem nemzeti karaktereket hordoz magában, mert ott már több évtizede alkottak egy nagyon jól finanszírozott rendszert, ez az úgynevezett National Film Board, az NFB, és ők a világ minden tájáról szakértők javaslata alapján lehetőséget biztosítanak a legjobb rendezőknek, az aktuálisan legjobbnak ítélt rendezőknek egy-egy önálló film elkészítésére. Tehát ez egy igazából annak ellenére, hogy kanadai székhelyű ez a szakmai műhely, ez egy válogatott nemzetközi társaság, tehát olyan, mint egy ilyen szuper csapat. Tehát igazából tőlük csak és kizárólag nagyon magas színvonalú filmek kerülnek ki. Beszéljünk egy kicsit akkor az animációnak a titkairól is. Ugye gyerekkorom emlékei még azok, amikor a Kecskeméti Rajzfilm Stúdióban készült a Magyar Népmesék sorozat például többek között, és akkor még ilyen kis pauszpapírra, vagy ilyen kis átlátszó papírokra rajzoltak, és tudom, hogy nem egy olyan emlékünk van gyermekkorunkból, hogy bementünk és kaptunk ezekből. Ugye ez akkor volt, és akkor ezeket, mint egy képsorozat ugye egymás mögé lejátszották, és így alakult ki ez a mozgóképszerű filmkészítés. Most hogyan állunk a technikával? Hogy kell ezt ma mai korban elképzelni? Ez körülbelül bő 20 évre datálható talán, amikor igazán nagyon markánsan megjelent a számítógép, mint eszköz a filmkészítésben, így az animációs filmkészítésben is, és demokratizálta ezt az addig nagyon elzárt és rendkívül drága területet. Tehát rengeteg rabszolgamunkát kivett az animációsok kezéből, vagy megkönnyítette a dolgukat a számítógépes technika, és természetesen ez azóta is töretlenül fejlődik. Erre jó példa az általad említett cell animáció, tehát amikor áttetsző fóliákra a körvonalakat kirajzolva, majd azokat kifestve a mozdulatokat képkockánként el kellett készíteni. Ma már ilyen nincsen. Általában egy nagy stúdióban digitális rajztáblákat használnak, természetesen a hozzá kapcsolt monitorral és számítógéppel együtt, illetve már vannak olyan digitális rajztáblák, amik egyben monitorok is. Egy úgynevezett nagy nyomásérzékenységű digitális tollal, tehát nem úgy kell elképzelni, mint hogyha egérrel rajzolnánk, amikor is a vonal vastagsága állandó, hanem például úgy, mint hogyha ecsettel. Ez azt jelenti, hogy van egy dinamikája, vagy ha úgy állítjuk be, lehet egy dinamikája a húzott vonalnak, szélesedik, keskenyedik, halványodik, erősödik. Tehát tökéletesen lehet szimulálni ezekkel az eszközökkel szinte bármilyen hagyományos, tradicionális technikát. Ne haragudj, hogy a szabadba vágok, de sajnos közben lejárt a beszélgetésre fordított idő, de egy nagyon-nagyon-nagyon röviden csak arra válaszolj már nekem, kérlek, hogy a dőnére például mennyi időt
kellett szállni, hogy egyáltalán a néző, mielőtt a nézőhöz oda kerül ez a film, mennyi tiszta munkaidő van ebben? Megpróbálok erre nagyon röviden válaszolni. Ez egy hét vége volt igazából, de utána meggondoltuk magunkat, és a hangot még két hétig készítettük. Hát gratulálunk hozzá, mert remek alkotás köszönöm. Született ilyen rövid idő alatt is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a további programokhoz.